Libegő tematikus szabadidős park, öko, iskola, turisztikai szálláshelyek, rekreációs központ, csak néhány a lehetséges fejlesztési irányok közül, amelyeket mostantól mindenki véleményezhet szavazatával a megújulómecsekoldal.hu oldalon. Így reklámozza a Pécsi önkormányzat a mától indult honlapot. Egy kérdőívet tölthetnek ki a pécsiek arról, hogy mit szeretnének a mecsekben. Előkészítettünk egy 10 lábon álló mecseki fejlesztés, vidámpark fejlesztése, Misina tető további fejlesztése, Remeterét, Sóshegyi kilátó, Nikész szobor környezetének a fejlesztése. Igazából nem fejlesztési javaslatot rögzítettünk, hanem fejlesztési irányokat próbáltunk meghatározni, és a lakosságnak a véleményére vagyunk kíváncsiak, hogy milyen szinten jók-e ezek a fejlesztési irányok. A javaslatok között szerepel még a kisvasút, libegő építése, a mandulás hasznosítása, a kerékpárutak kialakítása. Ezeket az elképzeléseket véleményezhetik a pécsiek, azonban a fejlesztésekre egyelőre nincs pénz. Költségbecsülésre rendelkezik, közel 20 milliárdos fejlesztési javaslat, fejlesztési csomagot tettünk le a városvezetés elé. Ezek a 10 fejlesztési javaslat is benne van, közötte van ebben a 20 milliárdban. Maga a TOP plusz forrás, ugye ez nem elégséges, a TOP plusz forrás erre, ugye a TOP plusz forrás delegálta 23,5 milliárd van Pécsre delegálva, ebből is 14,5 milliárd az a prioritási sor, amire egyáltalán ebből meg lehetne valósítani ezeket a fejlesztéseket, látható ez kevés. Nem is így próbáljuk felépíteni az egészet, hogy kimondottan egy pályázatra ráhúz és abból megvalósítva. Az EU-s pénzügyi ciklus 2020 és 2027 közötti támogatásairól még tárgyalások folynak Brüsszellel, így a TOP plusz források érkezése is bizonytalan. A vezérigazgató azt mondja, most fejlesztési irányokat jelölhetnek ki a szavazók november 27-éig. Milyen területen és mit létesítenének a mecsekben? Ezek alapján készíthetnek terveket a szakemberek, mondták a tájékoztatón. Azonban teljesen bizonytalan, hogy ezekből mi épülhet meg, és mennyiért.